Érdekes ága a fizikának az optika is, ahol megszoktuk a lencséket. A lencséket nagyításra is lehet használni. Egy különleges változata a lencsének a hengerlencse, például egy kémcsövet megtöltünk vízzel, akkor egy hengerlencséhez jutunk. A hengerlencsével például könyvben sorokat lehet nagyítani. Ha ráteszem a papírra, akkor az alatta levő szó megnagyítódik, és esetleg könnyebb lesz kiolvasni. Érdekes a jelenség, ha megemelem a hengerlencsét, akkor egy darabig nem látom a széndioxid szót, utána viszont a széndioxid szó megfordul. Egészen pontosan a szén szó megfordul, ezt az ékezetről lehet észrevenni, míg a dioxid szó nem fordul meg. Ez egy paradoxon az optikában, hogy a nagyítás érzékeny a szavakra, tehát a szenet megforgatja, a dioxidot nem forgatja meg. Mondhatnám azt is, hogy kémiai vetülete van a dolognak, mert ez egy szénforgató lencse, de az oxigénre semmilyen hatása nincsen.